Tisztelt hallgatóság! Most az előadás címe most és mindörökké. Az egész sorozat olyasmikről szól, hogy a Földön valamilyen fizikai kísérlet alapján kitaláltunk, felfedeztünk, leírtunk valamilyen fizikai elve. Aztán ezt megpróbáltuk alkalmazni a kozmoszra. Most az a különbség, hogy ez, amit itt a Földön kitaláltak, ez nem fizikai törvény, nem fizikai elv, inkább valamiféle filozófiai elv, az állandóságnak az elve. Tulajdonképpen már többször volt róla szó, a Giordano Bruno óta volt érvényes az a bizonyos világkép. Sokan küzdöttek. Néhány héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy Einstein miféle hibát ezzel a statikus világképpel kapcsolatban. Nem megy? Jó. Mióta egyáltalán tudományos világképről beszélhetünk, hát néhány görögök óta, azóta nagyon sokáig statikus, illetve stacionárius volt. Mit értünk statikuson? Az objektumok állnak, nem mozognak, nem változnak. Mit értünk stacionáris világon? Ha valami mozgás van, de az mindig ugyanolyan. Na például, egy folyó egyenletesen folyik, akkor az egyes, hogyha leállok a folyó mentén, akkor mindig azt látom, hogy itt adott sebességgel vonulnak el előttem a vízcseppek. Természetesen a folyók ezt változtatni szokták, tehát nem is mondjuk stacionárisnak. De bizonyos esetekben mondhatjuk, hogy állandó. Mozgás van, de az a mozgás állandó. Ilyen értelemben, amikor a görögök arra gondoltak, hogy az égitestek állandó sebességgel keringenek a Föld körül, a szögsebességgel, hát akkor azt mondták, hogy ez nem egy statikus kép, de lényegében az, mozgások vannak, nem nagyon állandó mozgások. Az a bizonyos kép, amiről többször beszéltünk, amit Giordano Bruno talált ki, hoppá, és amiért 1600-ban, mint mások szó volt rá, szó megégették, ezt egy kicsit lejjebb, ez egy ilyen térben végtelen, világ, és mindenhol egyforma volt, tehát homogén, nyilván egy-egy csillagnál kell nézni, hogy itt egy csillag mellette meg a semmi, hanem nagy térfogatokra átlagolni, állandó volt. Ez filozófiailag megnyugtató volt, mert nem volt probléma az, hogy is kezdődött, hogy végződik, vagy mi van a határokon túl. Összes ilyen gondot egy filozófiai huszárvágással Bruno kiküszöbölte. Ennek nem volt kísérleti alapja, hát senki nem látta még így, csak azt a néhány ezer csillagot, amit így szabad szemmel lehet látni. Ez a kép, ez extrapoláció, filozófiai extrapoláció. Viszont néhány száz évnyi mágia meg szólás lassan elfogadták, és akkor már azt kezdték meghurcolni, aki nem ezt a világképet hitte. Később aztán a 19. században egy kis evolúcionista módosítás jött bele, amikor rájöttek, hogy a csillagok azok nem tudnak állandóan végtelenségig világítani, mert hát valami energiaforrás kell, és az energia az ilyen értelemben elfogy. Hát akkor azt találták ki, hogy jó, az egyes csillagok, vagy egyes galaxisok, azok bizonyos ideig élnek, megszületnek, élnek, aztán elpusztulnak, de az egész az állandó. Hát többször mondtam azt a hasonlatot, úgy kell elkezdeni, mint egy városnak a népességét, hogyha jön egy marslakó, és néhány napig sétál itt Pesten, akkor nagyjából föl tudja állítani az emberiségnek az életkori diagramját, hogy az emberek az életüknek, mint ami 20%-ában gyerekek, aztán 10%-ában felnőttek, nem hány százalékában öregek, tehát ilyen típusú képet tud állítani akkor, hogyha csak egyszer számolja, hogy hány ember van ilyen vagy olyan életkorban. Ezt csináljuk a csillagokkal is. Megnézzük, hogy fiatal, meg öreg, meg éppen felrobbanó csillagok hány százalékban vannak jelen, és ebből valamiféle életkor görbét lehet kiokoskodni. Aztán persze később csináltak rá dinamikai modelleket, hogy miért is történik ez a csillag. Viszont az egész nagyjából állandó, hogy egy városban az ember körülnéz, akkor körülbelül mindig ugyanannyi gyereket, meg ugyanannyi felnőttet, meg öreget lát, bár személyenként helyet cserélnek. Na ezt okoskodták ki a 19. században nem sokkal az energia megmaradásnak a felfedezése után, mikor valószínűleg ez a helyzet a csillagokkal, az egész kép az állandó, miközben az egyes objektumok változnak. Na ehhez az kell, hogy körfolyamatok menjenek végbe. Amikor a 1930-as években rájöttek, hogy többé mi is történik a csillagokban, hogy hidrogénből hélium lesz, magfúziós folyamatok mennek, aztán később rájöttek, hogy a magfúzió megy tovább a nehezebb elemek felé, akkor kiokoskodták, hogy ahhoz, hogy ez körfolyamat legyen, valahol az ellenkezőjének is meg kell történni, tehát a héliumból hidrogének kell lenni, vagy a vasatommagoknak bomlani hidrogénné. Ezt nem látta senki, ennek nem volt semmiféle fizikai alapja. Pusztán ez a filozófiai feltételezés, hogy az egész az állandó, hát akkor vissza kell térnie önmagába a folyamatnak. Ez senkit nem zavart, hogy, hát pontosan volt, akit zavart, hogy ez ellene megy például az entrópia törvényének, hogy a folyamatok irreverzibések, megfordulnak, egy irányba mennek, hát valahol sugyiba, ott a hátsó
a csillagok háta mögött eldugva, valahol visszafele menő folyamatoknak is kell lenni, hiszen az egésznek állandónak kell lenni. Az emberek ne akarják, hogy az egész univerzum egy irreverzibilis folyamat. Irreverzibilis. És az ilyesmi. No, ugye ezt az egészet, hogy mindenhol egyforma, ezt fogalmazták meg a kozmológiai elbe, vagy Kopernikusziba. Ezt sokszor emlegettem, hogy Bruno talált, aki Kopernikus egészen mást mondott, ezért hívják Kopernikusi elvnek. Mostanában inkább kozmológiai elvet mondunk, hogy a világ mindenütt egyforma. Ezért nincs közepe meg széle. Nem jó az a kép, amit úgy gondolnak, hogy ősrobbanás, és akkor robbanás, és szaladnak szélén a stahanovista galaxisok, amik a leggyorsabban mennek, középen meg a lassúbbak. Akkor valaki középen van, valaki meg a szélén. Nem mindenhol egyforma. Most ezt kimondták elfként. Ezt a Brunótól származó elvet, hogy a világ egy adott pillanatban mindenhol egyforma. Közbevetésként az sem magától érthető, hogy ilyet ki lehet mondani, hogy mindenhol egy adott pillanatban. Mert mi az, hogy egy adott pillanatban? A relativitás elmélet épp arról szól, hogy egy adott pillanat az attól függ, hogy kinézi. Különböző megfigyelőknek mi az, hogy most az attól függ, más-más eseményeket jelent. Egyáltalán nem magától érthető, hogy az univerzumban lehetséges olyan koordinátorrendszert bevezetni, ahol egyértelműen kijelenthetjük, hogy most van világidő. Tehát most egy pillanatban bizonyos események egyidejűek. Mi számítások során kiderült, hogy az univerzum eléggé kavargó lenne, ilyen örvényesen össze-vissza mozognának az objektumok, akkor nem lehetne ilyen koordinátorrendszert kirendelni. Az, hogy egyáltalán ilyet mondhatunk, hogy most, az azt jelenti, hogy viszonylag nyugodt. Nem kószálnak össze-vissza a galaxisok, hanem valami szép szabályos mozgást végeznek, ezért rájuk lehet illeszteni egy ilyen most felületet. Ez az általános relativitás elméletből az következik, hogy általában nem sikerül, de bizonyos speciális, nagyon szimmetrikus mozgások esetén lehetséges. Hát itt éppen igen. No, ez eddig a már ismert dolog, erről már többször beszéltem, és most jön az újdonság. Pontosabban, hogy kell mondani, újdonság ruhába öltöztetett régiség. A régi világkép a statikus, az állandó világegyetem volt, és hát ezt a 20. század fejleményei nagyjából megcáfolták. Akkor jöttek okos emberek, akik azt mondták, hogy hoho, ők tudnak még ravaszabbat mondani. Sőt, az ellenfeleket a saját érveikkel, a saját divatos szólamaikkal győzik le. Hát arról beszéltek, hogy általános relativitás elmélet. A relativitás elmélet a tér és az idő egységét mondja ki. Hát akkor miért mondtok ilyen hülyeséget, hogy a térben mindenhol egyforma, miközben időben különböző dolgok vannak. Egyik pillanat ilyen, másik olyan, de egyik térben ilyen, és a másik ugyanolyan. Hát hova lett a tér és az idő egysége? Az lenne az igazi, hogy a térben, időben minden mindenhol egyforma lenne. És ezt nevezték el pofátlanul tökéletes kozmológiai elvnek, hogy nem csak a térbeli pontok, időben is minden pont egy értékű. Tehát bárki nem csak bárhol néz körül, hanem bármikor néz körül, ugyanolyan világot lát maga körül. Ennek úgy első körülnézésre ellentmond a változó világ. Oké, okay. De hát okos emberek ravasz módon érveltek, most majd erről fogok beszélni. Ennek az elvnek, hogy tökéletes kozmológiai elv, a tapasztalat alapján nincsenek. Hát egyrészt azért, mert nem tudunk mindig körülnézni. Mi most tudunk körülnézni. Ez az emberiségnek a léte, az univerzum életkorához képest egy nagyon piciny pillanat, hogy az ember 100 évenként körülnéz egyszer, azt nem tekinthetjük különböző időpontokba vett mintavételnek. Hát ugyanazt a világot látjuk magunk körül. És hát, hogyha messzire nézünk, akkor látjuk, hogy a galaxisok mozognak. Na most, amikor az egész, hát még enélkül, az elv nélkül kitalálták, akkor még nem. Hát az a Bruno-féle világkép az azt mondta, hogy azért mindenütt is mindig egyforma a világ, mert állnak az objektumok, nem mozognak. Akkor most, meg holnap után, meg 5 milliárd évvel ezelőtt ugyanott voltak, és ugyanolyan volt a világ. Tehát az eredeti statikus világkép azt, hogy ennek az utólag kitalált filozófiai ötletnek egy jó kis megvalósítása. Még egyszer ezt szeretném hangsúlyozni, ennek az egésznek se fizikai, se matematikai, se csillagászati alapja nincs. Aki ezt kitalálta, az valószínűleg ki akar szúrni a többi csillagásszal. Ezt jó alapon lehet mondani, mert Fred Hoyle az amellett, hogy nagy csillagász volt, és jó magfizikus, amellett rendkívül ilyen kekeckedő ember volt, aki szívesen tört borsot a kollégáinak az orra alá. Tehát valószínűleg ezt az egész ötletet, ezt a tökéletes kozmológiai elvet, ezt eredetileg azért találta ki, hogy bosszantsa a többieket. Az ötlet, hogy a világ állandó, az ugye már régen benne volt a köztudatban, csak nem támasztották alá egy ilyen filozófiai szöveggel. No most, az eredeti
Bruno-féle statikus kozmológiáról, erről már többször beszéltünk, hogy ez ellentmondotta a fizikának. Mégpedig annak a fizikának, ami nagyjából akkor alakult ki vele párhuzamosan, a newtoni fizika, a gravitáció elmélet, ami azt mondja, hogy a kövek nem állnak a levegőben, hanem a gravitáció hatására gyorsulnak. Na most hogy lehet ezt a kettőt összebékíteni? Egyik ötlet az volt, hogy elfogadjuk a változást, és ebből lett a standard Big Bang modell, világegyetem nem állandó, hanem tágul változik, gyorsulnak egymáshoz képest, mozognak a galaxisok. A másik ötlet is volt már korábban az, hogy megváltoztatjuk a gravitáció törvényeit. Ez volt az, amit az 1840-es években egyszer kiokoskodtak, aztán később Einstein 1915-ben még egyszer elkövette, hogy bevezette a frissen megszületett általános relativitás elméletbe azt a bizonyos kozmológiai állandót, ami egy kozmikus taszításnak felel meg. Erről volt szó részletesen egy előadásban, tehát ezt most akkor nem kell részletezni. Na de ugye az volt a történet következő lépés, hogy Hubble 1929-ben rájött arra, hogy a világ nem statikus, hogy az univerzum az változik, galaxisok távolodnak. Ott a híres fénykép, hogy Einstein elment, bemutatták, ez itt a távcső, ez itt Einstein, igen, ebbe kell belenézni, és akkor látszik, hogy a galaxisok távolodnak, és Einstein ott lejátszott Hubble-vel, és megmondta, hogy igen, elfogadom, hogy a világegyetem nem olyan, amilyennek gondoltam, legnagyobb tévedésem az volt, hogy bevezettem azt a bizonyos kozmológiai állandót. És attól kezdve elfogadták, hogy a galaxisok távolodnak, azaz a világegyetem tágul. És akkor jöttek ezek a ravaszokos emberek, akik borsot akartak törni a többiek orra alá, és azt mondták, hogy rendben van, ilyen a világ most. Galaxisok távolodnak. Ez egy állapot. De lehet, hogy ez az állapot az állandó. Nem az átsorgás, a pillanatnyi távolságok az állandók, hanem ez a táguló állapot. Hogy mindig ugyanígy tágul, ahogy most. Hát hogy kell ezt elképzelni? Vagy stacionárius kozmológia. Steady state azt jelenti, hogy állandó állapot. Tehát figyelem, az állapot az állandó, nem az objektumok helyzete, mint az a bizonyos folyó. Ami folyik, állandó sebességgel folyik egy adott helyen, mindig ugyanazt látom, de nem ugyanazokat a vízcseppeket. Hogy kell ezt elképzelni? Fénykép nagyítás. Itt van a Föld, mondjuk a Föld átmérője kis R. Egy adott galaxis tőlünk nagy R távolságban van. Hogyha ez egy fénykép lenne és kinagyítanám, akkor mondjuk a kis R is kétszeresére nőne, meg a nagy R is kétszeresére nőne. Egy ugyanakkor a szorzó tényezővel nőnének ezek meg, és ez a távolság aránya az ugyanaz marad. Tehát a nagy az aránya a kis R-hez, mondjuk hány milliószor nagyobb a galaxis távolsága, mint a Föld átmérője, az itt ugyanannyi, mert mind a kettő megszorzódott kettővel, és akkor a aránya marad. Ilyen lenne a világ, hogyha fényképet nagyítanánk. A nagy bum szerint nem ilyen, a nagy R az nő, a kis R viszont állandó. Tehát a Földnek a mérete... Ugye már sokszor elmondtam, amikor Woody Allen a Annie Hall című filmben ott ül a hullámvasút tövébe, és attól fél, hogy ja Istenem, most olvastam, az univerzum tágul, hát akkor Brooklyn is tágul, meg én is tágulok. Mondjuk én tágulok, Woody Allen nem tágul, tehát vannak ilyen típusú problémák, de meg kell nyugtatni, hogy a Föld, sőt a galaxis, Földön belül a városok, meg az emberek nem tágulnak, mert ezeket helyi kölcsönhatások, lényegében elektromos erők tartják össze, miközben nagyban a gravitáció győz, és a gravitációnak a dinamikájából következik az univerzum tágulása, de a helyi objektumokat helyi erők tartják össze, és ezért ez nem változik. Tehát nem fénykép nagyítás működik, hanem ez a nagyítás, hogy az R2 per R1 az változik. Az R2 per R, kis R2 az nagyobb, mint az R1 per kis R1, mert a kis R az maradt, a nagy R az meg megnőtt. Ezért ez az arány nőtt. Erre mondjuk, hogy a világegyetem tágul. Tehát nem úgy, ahogy a fényképet nagyítják. Között arra is, hogy ebből jöttek rá annak idején a forró univerzum modellre, mert ha visszafele követjük a dolgot, ha kicsinyítenénk a fényképet, akkor visszafele összemenne a Föld, összemenne ez a távolság, de sose érnének össze, mert az arány az ugyanaz maradna. Ha viszont ezt követjük visszafele, a Föld az mindig marad ugyanakkor, ez a távolság csökkent, előbb-utóbb összeütköznek, tehát korábban állapot, a galaxisok itt voltak egymás nyakán, az nem olyan volt a világ, mint most. És akkor ebből okoskodta ki Gamovan a forró univerzumnak a modellét. Na most, ahhoz szerint az egészet kicsit tudjuk követni, akkor néhány képletnek kell jönni. Tudom, hogy minden képlet megfelezi a hallgatóságot, de hát elnézést, ezt Hawking írta valahol. Írjuk föl egy ilyen nagy elsugarú gömbben a benne levő össztömeget. Hát föl kell írni a gömbnek a térfogatát, megszorozni a sűrűséggel, és akkor megkapjuk a benne levő tömeget.
Amikor így tágul az egész, akkor a nagyobb gömbben ugyanannyi anyag lesz, tehát változik a sugár, változik a sűrűség, de a benne levő ösztömeg állandó. Ebből ki lehet okoskodni, hogy a sűrűségnek a változása és a méretnek a változása ilyen arányban van egymással. A relatív változás, tehát adott mérethez képest, hogy megnőtt 1%-kal az univerzum, akkor a sűrűség mínusz annyi, tehát mínusz 3%-kal változott, annyira volt az 1%-kal csökkent. Az ember azt mondja, hogy de bocsánat, mi ez a delta? Mennyivel nőtt a világ? Hogyha azt mondom, hogy ez a szélső galaxis, vagy valamelyik galaxis megy V-sebességgel, akkor ez a delta R, az a sebesség szer a delta T, tehát megjelenik egy ilyen V per R szer a delta T, nevezzük ezt egy konstansnak, mondjuk Hubble állandónak, és akkor a delta R per R az a Hubble állandó szorozva az idővel. És ha ide visszahelyettesítjük, akkor az jön ki, hogy a sűrűségnek a változása kritikus értékhez képest a Hubble állandóval számolható ki. És ebből meg lehet mondani, hogy mennyi idő alatt nőtt meg a nulláról, vagy mekkora arányban változik ez. Hát a Hubble állandó az kb. 1 per, most már tudjuk, hogy itt 13 milliárd évet kell érni, amikor ezt írtam, akkor még 15-öt kellett. Hát akkor ennek a háromszorosával itt kijön, akkor 5 milliárd évet kell érni. A sűrűség tehát úgy változik, hogy évente 1 per 5 milliárdod résszel változik. Na most az univerzum nem túl sűrű. Átlagosan 1 proton per köbméter. Ez azt jelenti, hogy 5 milliárd köbméterben van 5 milliárd proton, és akkor egy év alatt az 5 milliárd köbméterben 5 milliárd mínusz 1 lesz a protonok száma. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy az 5 milliárd köbméterből 5 milliárd 1 köbméter lesz, és marad benne az 5 milliárd proton. Tehát ilyen arányban csökken a sűrűség. Akkor azt mondja Hubble, hát ez olyan, hogy ez olyan kicsi, hogy ezt nyugodtan lehet kompenzálni azzal, hogyha csinálunk még egy protont. Tehát az 5 milliárd köbméter kitágult 5 milliárd 1 köbméterre, és benne volt az eredeti 5 milliárd proton, hát akkor kicsit csökkent a sűrűség. Hát sunyin csempészünk oda még egy protont, akkor a sűrűség annyi marad, mint eredetileg volt. Tehát az anyag folytonos teremtése kompenzálja az anyag ritkulást, és akkor mindig ugyanolyan marad az anyag. Ugyanolyan híg, mint most. Na most mit jelent az anyagnak a folytonos teremtése? Hát új anyag keletkezését. Amikor ezt nálunk fölvetették, akkor hát megindult a... Egyesek még emlékeznek, amikor vizsgázni kellett abból, hogy mi az az anyag. Hát Lenin megmondta, és akkor föl kell csorolni a anyagnak a 10 ismérvét, hogy mi az, hogy anyag, meg egyebek. Anyag filozófiai kategória, stb. Valamikor tudtam fejből. No, szóval ilyenek vannak, és akkor mindenki mi az, hogy anyag teremtése. Hát ez a vallás becsempészése a tudományban, micsoda marhaság ez az egész. Hogy lehet ilyeneket mondani? Empirista áltudomány, fúj, gaz, propaganda. Tudomány nem így működik, nem úgy van, hogy levesszük a polcról a nagykönyvet, amiben minden okosság meg van írva, és akkor a tapasztalati tényeket azt szerint fogadjuk el, vagy nem fogadjuk el, hogy benne van-e a nagykönyvbe, akár piros, akár fekete, akár barna a nagykönyv. De mindesetre eleve nem lehet kizárni egy ilyet. Miért nem lehet kizárni? Mert olyan kicsi az effektus, hogy nem tudjuk megmérni egyelőre. Majd, ha a műszerek finomodnak, és megmutatják, hogy nem keletkezik 5 milliárd köbméterben, már évente egy proton, akkor azt mondhatjuk, hogy ez téves elmélet. Hogyha valaki azzal áll elő, hogy szerinte 50 milliárd köbméterben keletkezik, azt a mérés még nem mutatja ki, akkor még ez az elmélet még fennállhat egy darabig. Jó? No, hát hogyha az ember kiszámítja, hogy ez mekkora ez a változás, az jön ki, hogy évente a Föld térfogatában összesen 1000 proton keletkezik. Nem sok, hát a Földön azért kicsit több proton van ennél. Ráadásul nehéz őket megkülönböztetni azoktól, amik eleve ott vannak. Tessék elkezdeni, itt most a szobában most keletkezik egy proton. Ha valaki elolvasta Italo Calvinónak a Kozmikomédia című könyvecskét, az egy zseniális könyv, annak idején a Kozmosz Fantasztikus sorozatban jelent meg, és Calvino azzal szórakozott, hogy mindenféle kozmológiai elméleteket lefordított novellákra, tehát irodalmi műfajokra. Például a nagy bumot úgy jelképezte, hogy egy olasz neorealista valami, mindenki egy pontban volt, tehát mint akkor sok szomszéd olasz család egy helyen lakik, és egyiknek a kiteregedett lepedői belelógnak a másiknak a szájába, és viszont minden egy pontban teljesen reálisan leírta az egészet. Na ezt az elméletet, hogy új anyag keletkezik, ezt úgy írta le, hogy ősangyalkák sétálgatnak a mezőn, és akkor időnként csilingelve keletkezik egy hidrogénatom. Tehát az, hogy csilingelnek, az nem volt benne az eredeti elméletben, azt Calvinótól tudjuk, és azok szép fényesek voltak. Régi kopott hidrogénatomokkal szemben az újonnan keletkezettek szép fényesek voltak.
Most a kvantummechanika erről az effektusról nem tud, hogy az új hidrogénatomok fényesebbek, mint a többi, tehát mi nem tudjuk megkülönböztetni az újonnan keletkezett hidrogénatomokat. Nyilván valami jóval bonyolultabb mérés kéne, valami sugárzás kíséri esetleg a keletkezésüket, vagy valami hasonló effektus, nehéz lenne ezt kimérni. Mindenesetre ez lenne az ötlet, ezt kéne kimérni. Na hát persze az a kérdés, hogy hol keressük. Ezt egy kicsit följem. Hol keressük az új létrejött atomokat? De bocsánat, miért pont atomok? Miért nem elektronok? Hát mert annak idején így találták, hogy atomok, majd erről még beszélek, hogy milyen formában keletkezhetne esetleg az új anyag. Az egyik ötlet az, hogy véletlenszerűen. Valahol annak az 5 milliárd köbméternek az egyik helyén egyszer csak fölbukkan egy atom. Ott van. Ez azt jelenti, hogy ha eredetileg egyenletes volt az elosztás, akkor abban véletlenszerűen leteszünk egy pöttyöt, az továbbra is egyenletes lesz, miközben az egész szépen lassan ritkul. A másik, ugye ez már többször szerepelt, hogy ahol akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól elvetedik, ahol már van anyag, ott több lesz. Tehát a már meglevő anyag valahogy katalizálja az új anyagnak a keletkezését. Tehát például egy galaxisban, ahol sűrűbb az anyag, mint a galaxis közütérben, ott akkor nagyobb valószínűséggel keletkeznek új atomok. És ez azt jelenti, hogy a meglevő egyenlőtlenségek növekedni fognak. Hát ezt a társadalomból ismerjük a gravitációból, hát miért nem működne itt is ez az effektus. Ahol már több van, ott még több lesz. És akkor ilyen kezdeti kis különbségek voltak az anyagelosztásban, azok nagyobbak lesznek, mert az új anyag is ott keletkezik. Tehát a galaxisok híznak, a csillag vagy galaxis közi tér az meg nem hízik. A másik lehetőség viszont pont ennek az ellenkezője, az irtózás az űrtől. Mint amikor széthúzok, hát itt kevés van, gyorsan csináljunk oda egy újabb atomot. Így képzelték el. Ekkor viszont a meglevő egyenlőtlenségek kikompenzálódnak. Ahol több volt, ott kevesebb keletkezik, és ahol kevesebb volt, oda tesznek többet, és akkor a véletlenül létrejövő egyenlőtlenségek egy kicsit kisimulnak. Ezt ki kéne mérni? Hát lehetne ilyen típusú méréseket végezni, hát ez messze a mérés határon túl van. Tehát még egyszer abból következik az alapelmélet, hogy feltesszük filozófiának, hogy a világegyetem mindig olyan, mint most, és ebből, mivel látjuk, hogy a mostani világ milyen ütemben ritkul, abból meg tudjuk mondani, hogy milyen ütemben kéne keletkezni az anyagnak, és az viszont túl lassú ütem ahhoz, hogy mérni tudjuk az anyag keletkezését. Most persze elkezd az ember töprengeni az, hogy milyen formában keletkezik az új anyag. Itt egy új bolygó, vagy egy komplett naprendszer, vagy egy komplett galaxis. Ez eléggé bonyolult lenne egy olyat úgy kreálni a semmiből, egy komplett galaxist, hogy megfelelően beállított bolygópályákkal, kicsúcsosított hegyekkel, meg ilyesmikkel. Hát inkább arra gondol az ember, hogy valami elemi objektum keletkezik, mondjuk egy atom. Amikor az egészet kitalálták, akkor az atomot még eléggé eleminek gondolták, de hát nyilván mindenki tudja, hogy az atom az eléggé összetett objektum, hát akkor valami elemi részecskék formájában kéne keletkezni. És már rögtön hozzátehetjük, hogy ez, ami keletkezik, ez elektromosan semleges lesz. Mert hogyha például csupa pozitív töltés keletkezne, akkor egyre több pozitív töltés gyűlne fel az univerzumban, és akkor azok elkezdenék taszítani egymást, és szaladna szét. De hát szalad szét. Hoppá. Fölmerült az az ötlet is, hogy pontosan ez az az effektus, ami az univerzum tágulását okozza. Mindig egy kicsit több pozitív töltés keletkezik, mint negatív. Ezért ezek elkezdik taszítani egymást, és megy szét. Hát utána is számoltak a részleteknek, de nem jött ki. Nem olyan ütemben tágulna az univerzum, mint ahogy tágul, nem úgy változna a tágulásnak a sebessége, tehát ez nem túlságosan nyerő ötlet volt, hát akkor elektromosan semleges. Hát akkor például azért gondoltak arra, hogy komplett atomok keletkeznek, mert egy protonból meg egy elektronból összerakunk egy semleges objektumot, akkor keletkezik egy hidrogénatom, és ez lesz az új objektum. Tehát Hoyle azt mondta, hogy hidrogénatomok keletkeznek újonnan. Mások azt mondták, hogy hát ez túl bonyolult, lehet, hogy valami még egyszerűbb, még ősibb dolgok. A 60-as években jött divatba Ambarcumiamnak az ősanyag elmélete. Ambarcumiam örménycsillagász volt, nagyon híres és sok mindent csinált a csillagfizikában. Egyebek között tanulmányozta mostanában már általánosnak számító robbanó galaxisokat. Tehát akkoriban kezdték felfedezni azt, hogy a legtöbb galaxisból kilóg valami hosszú, egy nagy gázsugár, ami megy vesze, és pont úgy néz ki, mintha az ellenséges jedik éppen szétbombázták volna a galaxis közepét, és éppen robbanóban lenne egy ilyen nagy dolog, ugye láttuk a szeptember 11-én, nagy dolgok lassan omlanak össze, hát egy ilyen galaxis, amikor közepét szétrobbantják, az évmilliókig vagy százmilliókig robban szét, és most éppen egy pillanatfelvételt látunk arra, hogy ott megy ki belőle a lángsugár. Hát mindenféle kozmikus háborúkat vizionáltak ennek kapcsán, amikor éneket láttak. Ambarcumiaga meg azt mondta, hogy ez tulajdonképpen az ősanyagnak a maradványa.
Az egész korábbi elmélet, és hát a mostani divatos is elmélet is azt mondja, hogy a korábbi anyagból úgy sűrűsödtek össze a galaxisok. Tehát a ritka anyagot a gravitáció összehúzta, és így lettek ezek a sűrűbb szigetek, amik galaxisok, azon belül meg még sűrűbbek csillagok. Azon vitatkoztak, és sokan vitatkoznak, hogy mi volt előbb a csillag vagy a galaxis, tehát előbb ilyen kis kupacok lettek, és azok összeálltak nagy kupaccá, vagy előbb egy ilyen nagy felhő lett, és a nagy felhő tovább szakadozott kicsivé. Ez vitakérdés. Minden esetre a összehúzódás győzött, és akkor, amikor bizonyos helyeken nagyon sűrű lett az anyagot, következtek be ilyen furcsa robbanásszerű dolgok. Amarcumben meg fordítva, azt képzelte el, hogy az anyag eredetileg nagyon sűrű kis cseppekben volt, ez volt a valamiféle ilyen kvark előtti ősanyag, akkor még nem is volt kvark, amíg ezt kitaláltak. Szóval az atomok vagy az elemi részecskék előtti ős massza, és ez valahogy lebomlik a mostani anyagokkal, hogy, mint hogyha párologna. Mindenki látott már száraz éget párologni, ott van egy ilyen darab anyag, és hogy füstölök ki belőle, aztán hogy szét. Megy, hát lenne egy ilyen nagy darab ősanyag, és az, abból jönnének ki a szokásos elemi részecskék, tehát egy ilyen kis gubanc ősanyag kipárologná magából maga köré a galaxist. Ugye a régi képeken azt látja az ember, hogy vannak ilyen kicsi foltok, csillagszerű objektumok, kvazárok, aztán amikor jobban megnézzük, akkor látunk körülötte egy galaxist. Azt mondjuk, hogy ez egy aktív galaxis mag, tehát a közepén valami nagy és sűrű feketéjük, hogy valami ilyesmi van, és ott nagy energiai folyamatok történnek. Hát ezt úgy is lehetett képzelni, hogy kezdetben volt az a kicsi és kompakt és nagy energiájú, és abból jött ki a többi anyag, és akkor körülötte összejött a gravitáció, ott tartott, abból lett a galaxis. Tehát ez volt a Ambarcumian-féle ősanyag. És akkor nyugodtan lehetne azt is mondani, hogy például, hát ez egy annyira ősi anyag, hogy akár ilyen formába keletkezhetne ez a bizonyos hajlék által feltételezett anyag. Hát akkor milyen formába keletkezne, ha nem ős anyag? Ha most találták volna ki, biztos azt mondták volna, hogy őssejtek, mert az a divat. Jó, tehát valamiféle ilyen anyagi őssejtek formájában, amiből aztán még akármi lehet. Galaxis, vagy csillagász, vagy atombomba, vagy mindenféle lehet belőle. Jó, na most mi lesz ezzel az ősanyaggal? Keletkezik valahogy. A Strugackyék is írtak például egy ilyen novellát, természetesen az mindig úgy kezdődik, hogy megy a terepjáró a zónában. Hát azt mondja, a zónát azt mindenki ismeri a Strugackyék későbbi művéből, a Piknik a senki földjén, meg a Stalker. Na hát ezt már megírták az 50-es években, valahol Szibériában épült egy időenergiagép, mert ennek az elméletnek az egyik verzió ez volt, hogy az ősanyag az idővel arányosan keletkezik. És hát építettek természetesen egy nagy kutatóintézetet, ahol az időből ilyen ősanyagot és abból energiát állítottak elő, és természetesen felrobbant. Azt nem írták oda, hogy Csernobilba történt, de akkor ezt még nem tudták, de majdnem olyan volt. És akkor mennek arra felé a rádióaktivitástól védett terepjáról, mennek oda megnézni, hogy mi történik, és hát akkor vak őzikék sétálgatnak, meg egyéb ilyen rádióaktivitástól torz lények. Teljesen tökéletes képe volt a későbbi Csernobil bulinak. Hát azzal a különbséggel, hogy ott nem ősanyagot állítottak elő, hanem szokásos anyaggal folytottak felületlen kísérleteket. Na valami ilyesmit képzeltek annak idején az 50-es, 60-as években erről az ősanyagról, és akkor mi a kérdés, mi lesz vele? Jó, ilyen formában keletkezik. Hát vagy elbomlik, és akkor szétpárol a galaxisokkal, vagy marad egy darab belőle. Tehát például a galaxis magjában megmaradhatott az ősanyagnak egy kis darabja, egyesleg a csillagokban. Azért robban föl valami csillag, mondták akkor, mert még marad benne egy kis ősanyag, és az olyan robbanékony. Vagy a galaxisok középpontjában, és most éppen fölrobban, és dobja ki ez itt. Ez ugye békés megoldás volt ahhoz képest, hogy a galaxisok háborúznak egymással, és szétlövik egymás centrumát, hanem az ősanyagnak a maradványait pusztítják az egészet. Ez tehát például egy ötlet volt arra, hogy milyen formában keletkezik ez az anyag. Még egyszer, ezek különálló elméletek voltak. Ambarcumian ettől a hogyféle modelltől teljesen függetlenül jutott arra a következtetés, hogy ez a sokféle robbanásszerű folyamat, amit lát az univerzumban, ez biztos valamiféle ősanyag lebomlásából jön. Hoyle meg ettől függetlenül a hagyományos állandósult modellnek a ötletére fejlesztette ki ezt, hogy keletkezik az anyag, tehát megfelelő ütemben olyan keletkezik. És akkor jönnek a filozófiai ellenvetések, no, de hát honnan keletkezik az anyag? Hát azt mondják, hogy az anyag megmaradás törvénye ezt megtiltja. Az ember elkezdi lapozni a törvénykönyvet, hogy melyik oldalon is szerepel, és mikor iktatták be, vagy mikor lépett hatályba az anyag megmaradás törvénye. És kiderül, hogy ez nem olyan törvény, mint a parlament hozott, tehát kötelező betart. Na mindegy. Jó. Tehát milyen jellegű törvény? Tapasztalati törvény, mint a fizikai törvények. Bizonyos pontossággal megmértünk egy csomó jelenséget, és abból arra következtettünk, hogy az anyag megmarad. De hát azért ezt is finomították, mert amikor
ezt úgy fogalmazták, hogy tömegmegmaradás és Lavoisier mérleggel méricskélte a kémiai reakció előtt meg utána az anyagokat, akkor például nem tudta, hogy vannak olyan magfizikai reakciók, ahol az előtte meg az utána levő anyagoknak a tömege nem ugyanannyi, mert a kisugárzott energia az elvisz jelentős, már az eredeti anyagmennyiséggel összemérhető, tehát ilyen százalék nagyságrendű energiát. Kémiában is ez van, csak olyan pici az elmenő energiának a tömegegyenlítéke, hogy nem lehet labormérleggel kimérni. Sokkal pontosabb módszerekkel ma már ki tudjuk mérni, hogy például a kémiai reakció során is megváltozik az anyagok tömege. Az anyag megmaradása az akkor nem tömeg megmaradást jelent. Akkor szokták mondani, hogy a relativitás elmélet soha nem látott egységbe forrasztotta az energia, meg az impulzus, meg a tömeg megmaradásnak a törvényét. Tessék el olvasni, egy csomó könyve le van írva. Úgy marhasság, ahogy van. Az energia, meg az impulzus megmaradás az valóban érvényes a relativitás elméletben, mert a speciálisban, de a tömeg megmaradása az nem érvényes. Hát pont ezért vannak ezek a tömegdefektusos folyamatok. A tömeg a relativitás elméletben úgy jelenik meg, mint egy vektor abszolút értéke. Ha két vektort összeadok, az összeg vektornak a hossza, az nem annyi, mint a két vektor hosszának az összege. Egyszerűen ennyi a játék. A vektorok abszolút értéke, de a vektorok hosszára nincs megmaradási tétel. A tömeg az nem más, mint egy ilyen energiából meg impulzusból álló négydimenziós vektornak a hossza. Az nem marad meg. Ha két dolgot összeadunk, nem igaz rá megmaradási tétel. Tehát vonul vissza, hogy mire is értjük ezt az anyag megmaradást. Míg ő marad belőle valamilyen zavaros filozófiai izé, hogy hát ugye semmiből nem lehet anyagot csinálni. És akkor az emberek kezd azon filozni, hogy vajon mi az a semmi. Az a semmi is tulajdonképpen az anyagnak egyik furcsa fajtája, vagy hogy kell érteni. Lassan-lassan már nem marad az anyag megmaradásnak filozófiai helyett fizikai vagy matematikai megfogalmazása, mert annyira körül kell magyarázni, hogy mit is értünk azon többen, mi is az, ami megmarad. Már sokszor beszéltem róla, hogy a megmaradási tételek azok a szimmetriákból következnek. A különböző szimmetria tulajdonságokhoz, világszimmetriáihoz, amik minden objektumra érvényesek, azokhoz tartozik egy megmaradási törvény. Nincs olyan szimmetria, amiből mondjuk a tömeg megmaradás következne, vagy az anyag megmaradás. Közelítőleg klasszikus fizikában, kisebességeknél, kis energiáknál van valami ilyesmi, és azt ki lehet mérni a labormérleggel. Nagyban, globálisan ilyen típusú állítás nincs. Semmi nem tiltja azt, hogy valamilyen értelemben új anyag keletkezzen. Mi tiltja? A megmaradási tételek. Mire vonatkoznak megmaradási tételek? Például energiára, impulzusra, meg ilyesmire, töltésekre. Az biztos nem megy legalábbis a jelenlegi fizikán keretén belül, hogy hip-hop keletkezik egy pozitív töltés. Mert a töltés az megmarad. Arra vannak tételek. Hát akkor annak együtt kell keletkezni egy negatív töltéssel. Vagy pedig semleges részecskének kell keletkezni. Jó? Pozitív töltés biztos nem keletkezik. De úgy általában nem mondhatjuk azt, hogy a anyag megmaradás az megcáfolja eleve ennek az elméletnek a lehetőségét. Természetesen senki sem fogadja el ma Hoyle-nak ezt az anyagkeletkezési elméletét. De nem azért, mert filozófiai ellenvetés, hogy megírták a nagykönyvbe, vagy az SKP Központi Bizottság úgy döntött, hogy az anyag megmarad. Nekünk ezt tanulni kellett, hogy melyik döntésében mondta ezt ki. Bocsánat. De most nem ezért nem fogadjuk el, hanem mert egyéb fizikai érvek ezt nem teszik túlságosan valószerűvé, egyéb elméletek, amiket egy standard modell néven foglalunk össze, azok jobban illenek a tapasztalathoz. Mindenesetre eleve nem lehet eldobni egy elemet, meg kell vitatni, aztán utána kell eldobni, hogyha nem működik. Na az egészhez ráadásul járul hozzá az a nagy tény is, hogy amit eddig mondtam, az a speciális relativitás elméletben van. De itt már többször elmondtam, csak ne adják tovább az örökmozgósoknak, hogy az általános relativitás elméletben nincs energia megmaradása. Tehát még az energia sem marad meg, hanem keletkezhet, vagy eltűnhet. Tehát elvileg nem lehet kizárni ezt a Hoyle-féle kozmológiát. Tehát akkor fogadjuk el, mit is mond ez a kozmológia, hogy a világ állandóan egyforma állapotban van, ez az állapot pedig az állandó tágulás. Megy széllyel, mindig pótlódik, és ezért mindig ugyanolyan sűrű, és közben tágul. Ez egy érdekes ötlet. Ez volt meg 1964-ben a háttérsugárzás felfedezése. Ugye a háttérsugárzást Gamow megjósolta a nagy boom elmélet alapján, ami nem stacionáris univerzum, ami különböző fázisokban, a sűrű anyag ritkul, kitágul, stb. Ebből következtetett arra, hogy valamikor az univerzum másfajta állapotban volt, sűrű volt, forró volt, sugárzás bocsátkozott ki, és az sugárzás most is itt van, és kiszámolta, hogy milyen, és megjósolta, hogy mikrohullámú háttérsugárzást kell tapasztalni. Amikor ezt észrevették, mert tapasztalták, akkor ez annak a bizonyítéka volt egyebek mellett, hogy a világ valamikor nem olyan volt, mint most. Mert most nem bocsát ki semmi
ilyen mikrohullámú háttérsugárzást. Hanem azt az anyag akkor bocsátotta ki, amikor forró volt, akkor az sem mikrohullámú volt, hanem ultraibolya, meg röntgen tartományba eső sugárzás, aztán később a Doppler effektus miatt átcsúszott a rádióhullámok tartományába. Mindenesetre az anyag ma nem csinál ilyen sugárzást, régen megcsinált, mert az a sugárzás most is itt van. Tehát az állandósult állapotú modellt ezennel ez kivégezte, mert a világ valamikor más állapotban volt a szószoros értelmében, és ennek látjuk a nyomait. Ekkor azt mondták, hogy hoppá, ezt a steady state modellt, amit valamikor a 40-es évek végén találtak ki, azt ki kell dobni. Tehát a háttérsugárzásnak a ténye, ami egy más állapotnak, egy forró plazmának a visszhangja volt, ezt előtte. És akkor most jön az, hogy hát azért okoskó, nem lehet, hogy csak úgy egyszerűen egy közönséges kísérleti ténnyel, akármilyen nagy felfedezéssel, Nobel-díjjal jutalmazott felfedezéssel lesöpörni, azt mondja, hogy tud ő még ravasszabbat. És akkor az egyik munkatársával, Indrei Narlikarral kitalált egy olyan modellt, ami steady state modell, tehát állandósult, és ugyanakkor nem mond ellent a ősrobbanásról szerzett kísérleti tapasztalatnak, tehát a háttérsugárzás tényének. Ez az úgynevezett Hoyle-Narlikar kozmológia, amit most megpróbálok röviden elmesélni. Na most mit csináltak ők? Az egész persze sok-sok matekkal van körítve, de az alapgondolatok matek nélkül is érthetőek. Összes gondoljuk újra a világnak a tágulását. Mit látunk? Hát ez az ábra már egyszer volt. Ugye nézzük ezt a két méretet, az egyik a Földnek a sugara, kis r, a másik pedig valami távoli galaxisnak a távolsága tőlünk, amit nagy r-rel jelölünk. Igazából mit látok? Hát onnan jön fény, és annak a hullámhosszát vizsgálom, és valami olyasmit veszek észre, hogy a nagy r per a kis r az növekszik az időben. Szokásos értelmezésünk az, hogy a Föld ma állandó méretű, és a nagy r megnő. És ezért veszük észre, hogy a nagy r per kis r az állandó. Hoy pedig a következőt mondja, a csodát pont fordítva, a Föld meg a távoli galaxis távolság állandó, csak a Föld mindig összemegy. A Föld egyre kisebb lesz, az R az csak kis R csökken, nagy R megmarad, akkor nagy R per kis R az továbbra is nőni fog. Hát én egyre kisebb vagyok, és ezért egyre nagyobbnak látom azokat a távolságokat, mert magamhoz mérem. Tehát, hogyha egy közönséges anyag, ami atomokból áll, például a méterrúd, vagy a Föld összemegy, akkor a látszat az ugyanaz, hogy a galaxis távolsága per a Föld mérete, az folyamatosan nő. Miközben igazából, feltéve, hogy tudjuk definiálni mi az, hogy igazából, akkor igazából a galaxis távolsága maradt állandó, csak mi mentünk össze. Miért jó egy ilyen modell? Mert például nincsenek bonyodalmak azzal, hogy görbetér, ugye mennyi dumáltam én annak idején, próbáltam elfogadtatni azt, hogy mit jelent az, hogy a tér görbül, vagy a téridő görbül. Egy ilyen modellben nem kell görbülő térről beszélni. A tér az olyan, ahogy azt Euklidesz meg a Moriczka elképzelte, nagy üres tartály, amiben így lebegnek az objektumok, csak véletlenül azt csinálják, hogy mind mennek össze. És akkor viszont, hogyha mindenki a saját méretéhez, mondjuk a méterrúdjához, vagy a Földjének az átmérőjéhez viszonyítja a többieket, akkor formálisan az jön ki, mintha a világ tágulna, és Hoyle az egyebek között ugyanis matematikus volt, és ebből levezett, hogy pontosan ugyanazokat a képleteket kapjuk, mint az Einstein-Friedman-féle kozmológiából. Hogy a objektumok mérete, tehát az univerzumnak a mérete a Föld átmérőjével kifejezve, az milyen ütemben hogy fog változni. Tök ugyanazok a képletek jönnek ki, hogyha megfelelő módon elképzelem, hogy a Föld összemegy. Nincs semmi görbült téridő, az csak a látszat. Ha állandóan csökkenő méterrúddal méricskélek, akkor nyilván nem állandó geometriát fog kapni, hanem egy időben megfelelő módon változó geometriát, és azt úgy tudom interpretálni, mintha a téridő görbe lenne. Holott csak a méterrúddal ment össze. Na és akkor meg kellett gondolkodni azon, hogy hát vajon lehetséges az, hogy a méterrúdak, vagy egyáltalán a Föld, vagy az anyag, atomok összemennek. Akkor meg kell kérdezni azt, hogy miért ekkora, mondjuk egy atom, mint amekkora. Húz egy kicsit félbet. Az atomra, mondjuk van egy nagyon egyszerű modell, a kvantummechanika kicsit bonyolultabb, de a Bohr-féle modellben úgy képzeljük, hogy az atomnak körül kering az elektron, és akkor föl kell írni, hogy mekkora vonzóerő hat rá, hát a töltések szorzata E négyzet per R négyzet, hogyha R távolságban körpályán kering. És ennek kell megadnia azt a centrifugális erőt, ami az M tömegű elektront a körpályán keltít, tartja M-szer V négyzet per R. Hogyha ezt a kettőt egyenlővé tesszük egymással, akkor megkapjuk, hogy mennyi a Bohr pályának a sugara. Ott van, mi? Ebből ki lehet számítani. Az a H-vonás négyzet per M-szer E négyzet, ez szerepel a kvantummechanikában is egészen más levezetéssel, de ennyiből ki lehet okoskodni, hogy mennyi a
a bolpályás sugara. Még azt is, hogy hozzá kellett tenni, ugye azt a extra információt, hogy az impulzus momentum a perdülete, tömegszer, sebességszer a sugár, az a Planck állandóval egyezik meg. Ebből akkor a sebességet ki lehet küszöbölni, kiszámolhatjuk, hogy mekkora a bolpálya. Ott vannak benne ezek a konstansok. Az univerzális állandó a H-vonás, Planck állandó, az elektron töltése, meg az elektron tömege. Pillanatnyi tudásunk szerint ezek mind állandók. Egyszer már volt szó itt a változó állandókról. Hát tapasztaltak szerint ezek a mennyiségek tényleg állandóak, tehát akkor a hidrogénatom mérete állandó. El lehet kezdeni töprengeni, de ha mégsem lennének ezek állandóak, akkor változna az atomok mérete. Például mi lehetne, hogyha az elektromos erő elkezdene nőni, akkor a nevezőben az elektromos erőnek a mértéke, az elektromos töltés van, egyre nőnének a töltések, akkor az erősödő elektromosság összehúzza az atomot. Ugyanakkor a töltések között egyre nagyobb erőhat, az egyre jobban bekanyarítja a pályát, és egyre kisebb sugarú pályán kell keringeni az elektronnak, az atomok összemennek. Szép lassan, ahogy lassan változik a töltésnek a mértéke az időben. Na most ez viszont, ha utána számolunk, akkor ellentmond az olyan kémiai tényeknek, hogy az atomok közötti kötések, meg a csillagokban az atommagoknak a története az milyen. Azt látjuk a távoli objektumokról érkező fényben, hogy nagyon messze ugyanolyan kémia van, mint itt. Az azt jelenti, hogy nagyon régen ugyanolyan volt. Tehát az elektromosságot nem nagyon lehet változtatni. Hasonló módon, például ugye erről már szintén volt itt már szó, hogy a Földön találtak egy olyan atomreaktort, ami spontán működött 2 milliárd évvel ezelőtt, a folyó gabonba összehordta az uránoxid tartalmú homokot, megfelelő mennyiségű urán összejött, beindult a reakció, a víz az vidáman moderált, ha túl melegedett, akkor elforralt a folyót és leállt a reakció, tehát ez nem csernobili típusú volt, hanem gaboni típusú reaktor volt, és vidáman szabályozta magát, és ezzel kiégette az ásványból az uránnak a jelentős részét. És akkor 2 milliárd évvel később ott uránbányát nyitottak, akkor azt látták, hogy hiányzik az, amit bányászni akarnak. Ott van az uránnak a felesleges izotópia, és az, amiért hajtottak, az meg nincs benne. Biztos az ellenség ellopta atomonként. Hát nem ez történt, hanem korábban elhasználta maga a természet. No, és akkor ennek a folyamatnak a részleteinek utána számoltak, és megint az jött ki, hogy 2 milliárd évvel ezelőtt ugyanolyanok voltak ezek a fizikai viszonyok, tehát se a Planck állandó, se az elektromos töltés nem nagyon változhatott. Mi maradt? Hát holnak? Az maradt, hogy az atomok tömege változik. Hogyha abban a képletben, a bekeretezett képletben, ott a nevezőben a tömeget változtatjuk, mégpedig úgy, hogy az idővel nő, nevezőben nő a tömeg, akkor ebből kiszámított atomsugár az folyamatosan szép lassan csökken. Régen nagyobbak voltak az atomok, most kisebbek, tehát a belülük fölépülő anyag, a Föld, stb. Megy össze. Ez nem túlságosan, hogy mondjam, részletesen kiszámolt elmélet, mert persze a kvantumelmélettel, kémiával mindenen ezt is egyeztetni kéne, de úgy első blikre ez megfelel, az ember elfogadhatja, hogy például az atomoknak, vagy az elektronoknak a tömege változik. Húzz egy kicsit följön. Megmagyarázna ez mást is. Tessék elképzelni, hogy mit mérünk igazából, amikor azt látjuk, hogy távolodnak a galaxisok. Hát vörös eltolódást mérünk. Mit jelent a vörös eltolódás? Hogyha itt van nálam mondjuk egy hidrogénatom, és kibocsát némi fényt, megmérem a hullámhosszát. Egy ugyanolyan hidrogénatom, egy távoli galaxison kibocsátott fénye, megérkezik hosszám, akkor azt hosszabb hullámhosszúnak fogom észlelni. És erre mondjuk, hogy vörös eltolódás, és akkor a relatív eltolódásból ki tudom számítani, hogy milyen gyorsan távolodik tőlem az izé, mert ez Doppler effektusként, vagy a univerzum tágulásaként szokás érzékelni. Na most képzeljék el, hogyha az a modell lenne igaz, hogy a világegyetemben az atomok összemennek. Legyen mondjuk olyan egyszerű a példa, hogy az atom mindig akkora hullámhosszú sugárzást bocsát ki, mint ő maga. Jó? Tehát egy hullámot, mint egy ilyen rezonátor. Nem pontosan igaz, de nagyságrendileg mondjuk el lehet képzelni. Volt a réges-régi időben volt itt egy atom, ami ekkora volt, kibocsátott egy ekkora hullámhosszú sugárzást. Megy a sugárzás, trallala, trallala, pár milliárd év múlva megérkezik egy másik atomhoz, egy másik galaxisban, de addigra az atomok összementek. Ez az atom kisebb, miközben viszont az a hullám az nem ment össze, mert annak azt nem befolyásolja az elektron tömege. És megérkezik, és most nem akkora hullámhosszú, mint az atomnak az átmérője, hanem kétszer akkora. Mit észlel az atom? Hogy megnyúlt, hozzá képest megnyúlt annak a sugárzásnak a hullámhossza, és ezt úgy ő interpretálja, hogy vörös eltolódás van, Doppler effektus, tehát az a másik atom, ami ezt kibocsátott, ez biztos szalad el. Holott meg sem moccantak egymáshoz képest, csak összementek.
Tehát ezzel a vörös eltolódást is ki lehet dumálni egy ilyen effektussal, és ráadásul, hogyha a matematikailag ezt részletezik, akkor pont az jön, hogy a vörös eltolódás arányos a távolsággal, minél messzebb vannak, annál nagyobb a relatív megváltozás, ezzel a távolsággal arányos, csak ez most nem, nem a v percével, tehát a sebesség per a fénysebességgel azonosítani, mert nincs sebesség, nem mozognak egymáshoz képest, ülnek békén a fenekükön. Na most, ha már a háttérsugárzás szóba került, akkor ezt is megvitathatjuk, hogy mit mond ez a holyféle modell a háttérsugárzásról. Hogy is keletkezik a sugárzás? Egyáltalán mi az, azt mondja, termikus sugárzás, Planck elosztás. Hogy keletkezik a Planck elosztású sugárzás? Úgy, hogy a fotonok szóródnak az atomokon. Elnyeri, megint kibocsátja, megint elnyeri, és így tovább. Sokszoros energiacsere után beáll az a bizonyos egyensúlyi Planck görbe. Az alapfolyamat az, hogy egy elektromosan töltött részecske elnyel egy fotont, az a zöld mondjuk egy elektron volt, akkor elnyelt egy fotont, elkapta annak a lendületét, ezért egy kicsit más irányba megy tovább, aztán egy idő után megint kibocsát egy fotont, és megy tovább. Vannak megfelelő matematikai formulák, ahol egy-egy ilyen rajzot, egy-egy Feynman gráfot le lehet fordítani képletekre, és annak segítségével ki lehet számítani egy ilyen folyamatnak a valószínűségét. A bejövő részecskék impulzusa, meg spinje, meg szöge, meg egyebeknek a függvényében. Tehát megvannak a képletek. Most ebben a képletben egy ilyen elemi folyamatnak, hogy egy fotont elnyel egy elektron, ennek a hatáskeresztmetszete az ezzel a képlettel adható meg, szigmával jelöljük a hatáskeresztmetszetet, és az megint ilyen alami konstansokból rakható össze, mint az elektron töltése, tömege, meg a fénysebesség. Az E négyzet per MC négyzet az egy hosszúság dimenziója. Valami kicsit kisebb, mint egy atomnak a mértéke. Amikor ezt kiokoskodták, az 1890-es években akkor vezették le a Thomson szórásnak a képleteit, akkor azt mondták, hogy ez tulajdonképpen az elektronnak a mérete. Azért mondják hatáskeresztmetszetnek. Tessék elképzelni, ez még a Zeppelinek korából származó fogalom a hatáskeresztmetszet. Jön egy ilyen nagy ízja az égen, és le kell lőni. Hát mit kell nézni? Egy adott felszínt, adott területet kell eltalálni. Hát a mérete 150 négyzetméter, azt kell eltalálni, és akkor fölrobban és leesik. És ha jön egy repülőgép, akkor a pilótát kell eltalálni, akinek fél négyzetméter az átmérő, és akkor fog leesni a gép. A többi, ugye a vászonban voltak a repülőgépek, a vászonszárnyon átment a golyó, nem okozott nagy gondot. A repülőgépnek kisebb volt a hatáskeresztmetszete, nehezebb volt lelőni. Tehát ez a keresztmetszet ténylegesen egy ilyen mekkora részt fedi az égből, ilyen jellegű dolog volt, és ezeket a fogalmakat vitték át a fizikába, és akkor ezeket a szórás folyamatokat is ilyen hatáskeresztmetszettel jellemezték. És ha megnézzük, itt a nevezőben van a tömeg. Tehát egy kis tömegű objektumnak nagy a hatáskeresztmetszete, tehát azon nagyobb valószínűséggel szóródnak a fotonok, még a nagy tömegű objektumokon kevésbé. Most ez szerint, a modell szerint a tömeg az folyamatosan csökken az időben, tehát régen nagy volt, régen sok ütközés történt. Tehát a már meglevő fotonok, azok sokat ütköztek a részecskékkel, és nagyon intenzíven szóródtak. Hogyha sok a szóródás, akkor beáll egy termikus egyensúly. Ha kezdetben volt egy olyan sugárzás, ami nem volt termikus, a sok-sok szóródás miatt abból végül termikus sugárzás lett. És mi azt látjuk, hogy most van egy termikus sugárzás, a bizonyos háttérsugárzás az űrben. Hát a Hoyle azt mondja, hogy ez a mechanizmus volt, amikor még nagy méretűek voltak a részecskék, mert kicsi volt a tömegük, akkor a korábban meglevő sugárzás szóródott rajtuk, és akkor alakult ki az a termikus sugárzás, amit mi most a Doppler effektus miatt, amit az előbb szintén kidumáltunk azzal, hogy az akkori hullámhosszhoz képest mi összementünk, és azért látjuk most már nagyobb hullámhosszúnak azt a sugárzást, hát az a sugárzás az akkor alakult ki. Mikor volt ez? Akkor, amikor az atomok nagyon kis tömegűek, tehát nagy méretek voltak. Hát ad abszurdum véve a dolgot, biztos volt egy pillanat, amikor az atomok nulla tömegűek, azaz végtelen méretűek voltak. Hogyha akkor ezt követjük visszafelé, és bocsánat, mi lehet az a korábban meglevő sugárzás, ami szóródik? Hát a régi csillagfény. Ebben a modellben nincs forró kezdőállapot, nincs nagy bum, amikor minden végtelen forró volt, és mindenki egy helyen volt, meg egyebek, hanem volt korábbi állapot, amikor ugyanolyan csillagok voltak, mint most, szépen jött a csillagfény, és akkor valahogy az univerzumban volt egy olyan időszak, amikor a részecske tömegek kicsik voltak, a részecskék nagyok voltak, és ezért a már korábban meglevő csillagfény szóródott rajta, termalizálódott, kialakult a Planck-elosztás, aztán az atomok elkezdtek tömegben nőni, méretben összemenni,
és hozzájuk képest egyre nőtt a sugárzás hullámhossza, és most már sokkal nagyobb, és ezért hozzájuk képest rádiótartományban lehet észlelni, és akkor itt van körülöttünk egy termikus sugárzás, amiről nem tudjuk, hogy micsoda. Hát ez a régi csillagfény termalizálva. Úgy lehet elképzelni ezen az ábrán, hogy fölfelé múlik az idő. Itt régen voltak csillagok, jött a fény, és volt egy olyan korszak, egy ilyen pillanat, amikor az atomok nagyon nagyok voltak, mert nulla volt a tömegük, összeértek szinte az atomok, vagy egymásból lógtak, és ekkor rajtuk szóródott a csillagfény, és ekkor lett termikussá Planck sugárzása. Ez a kritikus pillanat volt, és utána ebből háttérsugárzását. Hát ez az a pillanat, amit én eddig botorfejjel úgy hittem, hogy a nagy bumnak a pillanata. És mindig megkérdezik a gyerekek, hogy mi volt a nagy bum előtt, hát ebben a modellben lehet válaszolni, hát ugyanolyan volt előtte, mint most. A nagy bum az nem egy ilyen szinguláris esemény, ahol a világ elkezdődött, a világ történetében az egy furcsa fordulópont, egy rendszerváltás vagy ilyesmi, de attól még a világ megvolt. Tehát itt van ez a kritikus állapot, a standard modellben, a nagy bum modellben az egy geometriai szinguláris, az egész világ egy pontban volt. A Hoyle kozmológiában a geometria ugyanolyan euklideszi előtte, utána, közben, nem történt vele semmi, nem a geometria szabja meg a világot. Ez csak fizikailag különös állapot, nem geometriailag különös ilyen szinguláris állapot, hanem fizikailag éppen az a pillanat, amikor a tömegek éppen nullák voltak. Nyilván ez fizikailag furcsa és más, mint a mostani állapot, de nem a tartállyal, a téridővel történik, hanem benne levő anyag megy át éppen egy furcsa helyzeten, olyan, mint amikor fázis átalakulás, közönséges halmazállapotváltozás történik, amikor a víz lecsapódik. Hát ott az atomok egyik fajta állapotból átmennek másik fajta kötött állapotba, ott érdekes dolgok történnek az anyaga, és ennek a leírása az érdekes fizika. Ez is valami ilyesmi, de nem az egész világot megrázó katasztrófa, vagy kezdet, vagy vég, vagy szingularitás, hanem valami esemény az anyaggal. Jó? Tehát ez az a bizonyos állapot, amit a Hoyle-Narvikal állapot mond, és a mi modellünkben az anyag forró, sűrű és táguló volt. Itt sűrű, forró, de nem tágult, hanem akkor nagyok voltak a részecskék, és összeértek, és utána összementek, és ezért érzem ritkulónak az anyagot. Na most a mi modellünkben az idő itt kezdődik, és előtte nem, nincs értelme föltenni a kérdést, hogy mi volt előtte, erről már sokat győzködtem önöket. Itt viszont ez a végtelen ideje létező univerzumnak csak ez egy speciális pillanata. Idő előtte is volt, később is van, ott éppen történnek bizonyos események. Na, és akkor az ember megkérdezheti, hogy na jó, rendben van, tehát azzal, hogy változik a tömeg, ezzel ki tudtuk dumálni azt, hogy változik az atomok mérete, ha a tömeg szép lassan nő, volt egy pillanat, amikor nulla volt, és azóta nő, akkor az atomok mérete valamikor nagy volt, és akkor szórták a fényt, azóta összementek, ezzel meg tudjuk magyarázni a vörös eltolódást, a világegyetem tágulását, minden. Na, de miért változik a tömeg? És akkor elkezd az ember töprengeni azon, hogy na, de hát mi is az a tömeg? Erről is volt már itt szó korábban. Az ember gyakran elvágja, hogy az anyagmennyiség mértéke. De mi a fene az anyagmennyiség? Hát amit a tömeggel mérünk. Hát ez így nem egészen stimmel. Aztán szokták azt mondani, hogy a tehetetlenségnek a mértéke, ez már rendben van. Ugye meg kell lökni a részecskét, akkor nagyobb energiát, impulzus kell befektetni, hogyha egy nagyobb tömeget akarok meglökni, ezt méri valahogy. Tehát mihez képest, mi az, hogy tehetetlenség? A világ többi részéhez képesti mozgásállapot változik meg, amikor meglököm. Mert ha magára hagyott részecske Newton és Galilei szerint állandó sebességgel mozog, akkor nem tudom, hogy mennyi a tömegek. Ha meg akarom lökni, akkor veszem észre, hogy ez könnyű ellökni, nehezebb tömegöt, meg nehezebb ellökni. Jobb, nagyobb, erősebb beavatkozás kell ahhoz. Tehát, amikor meg akarom változtatni a mozgásállapotát, akkor veszem észre. Na most itt jön be a Mach elv. Mach a 19. század második felében élt fizikus és filozófus volt, és nagyon sokat foglalkozott a newtoni mechanika mögötti filozófiával. Például pont ezzel, hogy mi a csoda az a tömeg. Hát Newton óta tudjuk, hogy a tömeg az M-szer A-ban, a képet bal oldalán is van, meg a gravitáción a jobb oldalán is van, azt hiszük, hogy ezek ugyanolyanok, M-betűvel jelöljük, lehet vele egyszerűsíteni, stb. Sok mindent tudunk róla, de mi a tömeg? A mostani fizikában sokan azt mondják, hogy az, hogy mi meg miért, az nem jó természettudományos álláspont, a hogyanra kell választ adnunk, hogy történnek a folyamatok, a miért töprengenek az irodalmárok meg a filozófusok. Jó?
Mert hogy mi is az elektronság végső lényege? Ugye ez inkább a bölcsészkarra való kérdés, mert a fizikus nem mond ilyeneket, hogy elektronság, teljesítmények hasonló, szóval, mi lenne ez? Azt mondja meg, hogy hogyan mozognak az elektronok, és ez például hogy lehet befolyásolni, és hogy lehet belőle Dallas sugárzó téviadót csinálni. Nyilván ez praktikusabb hozzáállás. Na minden esetre ma ezen töpenget, hogy mi igazán a tömeg, és mi okozza azt, hogy egyáltalán van tömeg. És ő azt mondta, hogy a tömeg az a világ összes többi anyagával való kölcsönhatás következménye. És akkor itt egy kicsit próbáljunk töprengeni. Képzeljük, hogy van két objektum, amik egymáshoz képest mozognak. Egyik áll, mondjuk a másik mozog. Mihez képest? Önmagához. Az egyiken én ott állok, mint megfigyelő, akkor nyilván azt gondolom, hogy az, amelyiken golyó, amin én állok, az áll, a másik meg hozzám képest mozog. Ha valaki a másikon áll, az meg azt látja, hogy én mozgok. A Galileitől származó, Newton által kimozott és Einstein által még inkább kőbe vésett relativitás elve azt mondja, hogy ezek nem különböztethetők meg. Nincs abszolút téridő, nincs abszolút nyugalom, nem lehet megmondani, melyik az, ami igazán áll és a másik hozzá képest mozog. Két szitu teljesen egyforma. Nem tudhatom, hogy melyik az, amelyik igazából áll. Viszont ezzel ellentétben a forgás az abszolút. Tessék megint elképzelni, nincs más a világban, csak két bolygó. Az egyik forog a másikhoz képest. Ott állok az egyiken. Meg tudom-e különböztetni, hogy most ez forog, vagy a másik? Úgy azt látom, hogy az égen így hozzám képest forog a másik. Ha másikon állok, akkor azt látom, hogy ez forog. Ugyanazt látom, de érzem. Hát az egyiken például, hogyha így elkezdem billegetni a fejemet, akkor Coriolis erő így elhajítja a fejemet. A másrészt pedig például azt is észre tudom venni, hogy a bolygómat belapítja, itt alul látszik, amelyik igazából forog, az belapítja a forgás. Amelyik meg nem forog, azt meg nem lapítja be. Ha az egyik forog a kettő közül, akkor a laposabbik az, ami forog, ami meg nem lapos, az meg nem forog. Hiába látom úgy én a laposan állva, hogy az enyém nem forog, és a másik forog, mégis meg tudom állapítani, hogy ez az, amelyik forog. És én helyi kísérleteket, például fogok egy vödörvizet, és amelyik bolygó forog, azon ugye parabolikus lesz a víznek a felszíne, mert a forgás így van. Nyilván ezek pici effektusok, a bolygó az lassan forog, de tessék körhintát elképzelni, nincs a világon más, mint két körhint, az olyan hülye hangzik, de ha elég gyorsan forog, akkor tényleg kimérhet egy vödörvízre, hogy melyik koordinátrendszer forog a másikhoz képest. Na most mi a nagy különbség a transzlációs meg a rotációs mozgás között? Ugye egyikben impulzus van, másikban impulzus momentum, stb. Forgatónyomáték. A hasonló módon tárgya az ember matematika. Mégis van a mélyén ez a különbség, hogy abszolút transzláció nincs kitüntetett inercia rendszer, de abszolút forgás van, olyan értelemben az inercia rendszerek kitüntetik, hogy az ahhoz képest való forgást észre lehet venni. Na de hát akkor mihez viszonyítjuk igazából? És akkor Maha következőt mondja, ha ez komolyan így lenne, hogy nincs a világon más, mint ez a két bolygó, akkor nem lehetne megkülönböztetni, hogy melyik forog. Most azért persze lehet töprengő, akkor mind a kettő egyformán be lenne horpadva, vagy lapulva, vagy mi történne. De igazából valahol a világhoz képest a háttérben ott vannak a távoli tömegek. Ma azt mondanánk, hogy ott vannak a távoli galaxisok, akkor még nem tudták, amikor Mahesz kitalált, hogy vannak galaxisok. Csak valahogy azt mondta, hogy láthatáron, a kozmikus láthatáron túl, ott van az univerzum anyagának a döntő többsége, tehát mint amin körbeállnak bennünket az istenek, és úgy nézik, hogy mit csinálunk, forgunk, vagy mit csinálunk a vödör vízzel, és ők kijelölnek egy olyan rendszert, amihez képest el lehet dönteni, hogy forgunk, vagy nem forgunk. Tehát az univerzum összes nagy anyagának a nagy része valahogy kijelöl egy ilyen abszolút nem forgó rendszert. Persze el lehet töprengeni, akkor vajon miért nem jelöl ki egy abszolút állót? Mit csinálnak azok az istenek, hogy forogni lehet hozzájuk képest, állni meg nem? Ezen töprengem meg. Mindesetre ezzel a szöveggel azt mondta, hogy azt, hogy most itt hogy mozognak, hogy forognak a testek, hogy mihez képest forognak, mihez képest van tehetetlenség meg belapulás, ezt az univerzum távoli tömegei mondják meg. Ma én mást mondanék, már volt itt egy előadás arról, hogy az éter újjászületés, hogy mi az, ami az univerzum anyagának egy ilyen jelentős részét jelenti, és kitesz egy, kiad egy inercia-rendszert, a háttérsugárzás. Ami viszont az univerzumnak a régi anyagának valamiféle terméke, tehát a háttérsugárzás jelöl ki egy ilyen, valamilyen értelemben egy abszolút rendszert. De vigyázzat, ahhoz képest a transzlációt, a mozgást is észre lehet venni, nem csak a forgást. Hiszen észre is vettük, hogy a háttérsugárzáshoz képest a Föld kb. 700 km/s-szal megy, és ezt
ki lehetett mérni a háttérsugárzásban. Na mindesetre Mach ilyeneket mondott, hogy a távoli objektumok szabják meg ezt, és mi lenne, ha nem lennének azok a távoli objektumok, csak az a két golyó lenne ott az űrben, vagy mondjuk csak egy golyó, akkor az egy golyó úgy menne, ahogy akar, az is egyenes vonal, egyenes mozgás lenne, mert nem lenne mihez viszonyítani. A semmihez, az üres térhez, az üres térben nincsenek ott a kockáspapír vonalai, hogy ahhoz képest most görbén megyünk. Úgy mozoghatna minden, ahogy akarunk. Hát hogy lehet ezt eldönteni? Nyilván kísérlettel. Csináljunk egy olyan világot, amiben nincs semmi, csak egy golyó. Ez technikailag egyre nem megy ez a kísérlet, bár az emberiség nagyon igyekszik, hogy mindent megszüntessen maga körül, vagy legalábbis szemétés sugárzása alakítsa, de ez még eltart egy darabig. Tehát ez a kísérlet nem végezhető el, nem lehet eldönteni, hogy viselkedne egy olyan univerzumban, mert nincs semmi más, csak két pont. Az egészet még tovább bonyolítja a kvantumelmélet. Tessék elképzelni, amikor ismeket mond az ember, hogy az elektromágneses sugárzásnak a zérus pont fluktuációi. Ilyenkor az ember rögtön szalad a zérus energia motoroknak a feltalálóhoz, de nem, ez egy teljesen tisztességes fizikai elmélet, csak egyesek hülyeséget csinálnak belőle. A zérus pont fluktuáció mit is jelent? Hogyha éppen olyanok a viszonyok, hogy nincs elektromos térerősség, meg mágneses térerősség, az elektromágneses mező akkor is jelen van, és bizonyos ravasz kísérletekkel ki lehet mérni a hatását. Tehát ezt meg akkor úgy kell elképzelni, amikor ilyeneket mondunk, hogy nem lenne más a világban, csak két bolygó, akkor megkérdezzük, hogy bocsánat, és lenne elektromágnesség? Hát nem lennének töltések, akkor nem lenne elektromos tér. De bocsánat, de betetted-e a modellbe azt, hogy létezik az elektromágnesség, vagy nem tetted be? Egy matematikai modellt konzisztensen ki kéne fejleszteni, és az egészen másképp viselkedik akkor, hogyha van benne elektromágnesség, bár nem nyilvánul meg úgy makroszkopikusan, de egyszerűen ott van, vagy hogyha nincs ott. Ezt most becsszóra tessék nekem el, hogy matematikailag másképp néznek ki ezek a modellek. Kicsit ahhoz hasonlóan, mint hogyha többdimenziós modelleket vizsgál az ember. Tehát például, ha olyan erős lenne a gravitáció, hogy mi nem bírnánk elképzelni a harmadik dimenziót, van egy ilyen jó kis sci-fi, amiben ez van, hogy a lények nagyon laposak és csak így vízszintesen mászkálnak, mert olyan erős a gravitáció, hogy nem, meg sem tudnak emelkedni. Nincs fogalmuk a harmadik dimenzióról. De hogyha elég sok fizikai kísérletet végeznek, akkor rájöhetnek például, hogy a vonzóerők azok 1/R négyzetes törvényt alkotnak, és az 1/R négyzetből kigondolhatják, hogy a világ igazából háromdimenziós, mert háromdimenzióban olyanok a vonzóerők, hogy 1/R négyzet, és két dimenzióban csak 1/R-esek lennének az erők, és ők nem azt tapasztalják, tehát bizonyára van egy harmadik dimenzió. Tehát ilyen értelemben másképp viselkedik a fizika, akkor, hogyha van egy extra dimenzió, pedig ugyanúgy kétdimenzióban mozognak, tehát más a valóban kétdimenziós világ, és más a háromdimenziós világnak a kétdimenziós metszete, amiben mozogunk. Ugyanígy, hogyha van elektromágnesség, vagy nincs elektromágnesség, az más világ. Egy ilyen Mach elfhez el kéne pucolni a világból, hogy ne legyen elektromágnesség. Egy számítógépes modellben nyilván kikapcsolhatom, odaírom a remet az adott paragrafus elé, és akkor nincs benne elektromágnesség. De a valódi világban nem lehet kikapcsolni. A valódi világban minden fizikai részlet ott van, legfeljebb éppen nem nyilvánul meg, de kvantumosan, virtuálisan, háttérként ott van. Ilyet, hogy ürítsük ki a világot, és ne legyen benne más, ilyet, mert nem csak elvégezni, hanem elképzelni se lehet. Tehát ezeket a játékokat, amiket itt Mach kitalált, ezt nem lehet űzni. De mindenesetre gondoljuk végig, hogy mi következne egyebek között a Mach elvben. Mach elvet nagyon szerette Einstein. Einstein azt gondolta, amikor ő kidolgozta az általános relativitás elméletet, hogy tulajdonképpen a Mach elvnek a szóban megfogalmazott lényegét fordítja le matekra és fizikára. Tehát, hogy az általános relativitás elmélet a Mach elvnek a kísérleti, vagy a technikai megvalósítása. Azaz őnála kijön az, hogy a világnak a távoli objektumai határozzák meg azt, hogy milyen a téridőnek a szerkezete adott helyen, ez úgy igaz, és abból ki lehet számítani adott helyen, hogy mozog az anyag. Ez volt az alapelv, aztán kidolgoztam matematikailag, de ebből annak kéne következni, hogy ha egy üres anyagot, üres világot teszek benne, nincs tömeg, nincsenek távoli tömegek, akkor nem lenne metrika, nem lenne téridő, és nem lenne határozott a mozgás. Ezzel szemben kijött, hogy milyen a téridő. Tehát az Einstein elmélet az nem tudta megvalósítani a Mach elvet, nem az jött ki, hogy a távoli objektumok meghatározzák, és ha nincsenek távoli objektumok, akkor nincs meghatározva a téridő, akkor is meg van határozva, csak egyszerű. Az elmélet jobb, mint gondolták, mármint aki nem szerette a Mach elvet, az jobban örül annak, hogy akkor is van valami, hogy ha nem határozzák meg a távoli tömeget, csak akkor egyszerűen sík a délidő, míg ha vannak tömegek, azok begörbítik.
Einstein azt gondolta, hogy akkor egyszer nem lesz matematikai megoldás, hogyha üres világot teszünk bele. Na minden esetre ezen töprengett Einstein, és Hoyle ismét elővezte ezt az ötletet, mégpedig apró pénzre váltva, szószoros értelmében egészen apró pénzre, mert ő nem csak azt mondta, hogy a távoli tömegek azok úgy meghatározzák, azt is megmondta, hogy hogy határozzák meg. Lépésről lépésre. Akkor nézzük ezeket az ábrákat. Most ezen az ábrán fölfelé múlik az idő. Itt vagyok én, ülök a saját galaxisomban, és múlik velem az idő. És itt vannak a távoli objektumok. És a távoli objektumokról megérkezik a hatás. Elég mondjuk annyi hatás, hogy itt vagyok. Ugye mindenki küld egy rádiójelet, ami fénysebességgel terjed, és azt mondja, hogy itt vagyok. Tessék elképzelni, hogy mondjuk itt én a világ vezetője vagyok, és akkor mindig, amikor újabb meg újabb alattvalókról szerzek tudomást, az úgy súlyosbítja a felelősségemet, és így kezdek összeragni, egyre nagyobb lesz a tömegem. Valami ilyesmi kell ezt elképzelni. Megtudom, hogy van még, mit tudom, 3 millió fényévre is van valaki, hú, akkor én ettől nehezebben érzem magam. Hogy ezt matematizálta, tehát egy ilyen úgynevezett tömegi kölcsönhatás, ami fénysebességgel terjed, és információt hoz a távoli objektumokról, és ezért növeli az én tömegemet. Persze fordítva, az én információm is elmegy, és az ő tömegét is növeli. Hogy múlik az idő, egyre távolabbi objektumokról érkezik információ, és egyre nehezebb vagyok. Hát ez lenne az a mechanizmus, amit az előbb mondtunk, hogy múlik az idő, a tömeg egyre nőni fog. No de, hát ez a bizonyos világ, amit felépítünk, ez hasonlít a Bruno-féle világhoz, amely végtelen ideje létezik. Akkor már bizonyára mindenki végtelen nehéz lenne. Valahogy nem akar stimmelni ez a modell. És akkor Hoyle itt belek, azt mondja, hoppá, bocsánat, vannak olyan tartományai világnak, ahonnan negatív jelek érkeznek. Én vagyok, de negatív vagyok, mondja. És az ugye engem egy kicsit megkönnyebbít. És akkor, amikor megérkeznek ezek a jelek, azok úgy előjelesen összeadódnak. Vannak olyan jelek, amik növelik a tömegemet, vannak, amik csökkentik a tömegemet. Tehát a világban vannak olyan tartományok, amiknek negatív a járuléka. És akkor így lehet elképzelni, hogy van például egy ilyen elválasztó vonal, és az elválasztó vonal alól negatív jelek érkeznek, innen meg pozitív jelek. Például azért, mert itt negatív volt a tömeg, és akkor a negatív tömeggel negatív jel jár. Akkor ez az elválasztó vonal pont az, ahol nulla a tömeg. Hoppá, az előbb már éppen ezt mondtam. Vannak olyan kritikus tartományok a világban, amikor negatív a tömeg. Ez amikor nulla. Hát akkor nézzük így. Volt ez a bizonyos kritikus időpillanat, akkor mindenkinek nekem is nulla volt a tömegem, és azóta múlik az idő, és egyre több helyről érkezik pozitív járulék, és ezért nekem innentől a nullától indulva folyamatosan nő a tömegem. Hát ez, ami kellett nekünk a korábbi modellben. És akkor most nézzünk egy kicsit messzebbre, ugye mivel arányos ez a járulék, hogy meg milyen távolságon nézzünk, az meg az idővel arányos. Hogyha én csak egy pici kis tartományában élek a világnak, itt vagyok valahogy, nem túlságosan messze ettől a kritikus felülettől, amikor nulla volt a tömeg. Ez alig 13 milliárd év. Hát ez bakfigy. Jó, most nézek így visszafelé, hát akkor csak ekkora tartományt látok a világban, és onnan összeszedtem pozitív járulékot. A régebbiekből negatív járulékot, itt éppen nulla volt, és onnantól kezdve begyűlt a pozitív. A régebbi információ az ezen a részen, ugye biztos valami sugárzás hozta, már megegyeztünk, amikor nulla volt a tömeg, mindenki nagy volt, szétszoródott a sugárzás, termalizálódott, elvesztette az információ tartalmát. Hiába üzenték, hogy vagyok, nem vagyok, az innentől már nem hoz további információt. Ezek most itt hiába jönnek, nem számítanak, csak ezek az itteni pozitív tömegek adják nekem a járulékot, és így gyűlik a pozitív információ. Hát akkor ez az, amit még korábban nagy boomnak hívtunk, ez a felület. Ez a mostani állapot, és ez a világnak, a nagyvilágnak egy piciny kis tartománya. Az ember most tovább kérdezi, hogy na jó, de miért ilyen szép sima ez? Ki mondta, hogy ez egy ilyen egész világot belengő nagy sima felület? És azt mondja, hogy hát ne legyen olyan. Legyen bonyolultabb, legyen a világ ilyen sejt szerkezetű. Csak persze ezt térbetessé kell képzelni. Pozitív, mint a saktábla, csak egy random módon össze-vissza. Vannak pozitív tartományok, negatív tartományok. Hát én valahol itt lakom, nem túlságosan messzire egy ilyen felületnek a mondjuk nagyjából vízszintes részétől. Vízszintes az azt jelenti, hogy konstans idő, tehát ahol ilyen ferdelen, ott biztos mások a viszonyok. De például elképzelhetők ilyen helyek, ahol ilyen kisebb negatív tartományok vannak, aki belemegy, hogy utána számolt, az pont egy fekete lyuk. Másik végén kijön, negatív tömegből itt szétszólódik a energia, az meg pont egy fehér lyuk. Ebbe a modellbe beleférnek az ilyen dolgok, mint a fekete meg a fehér lyuk, és akkor az én kis világom, az a nagy bumtól mostanáig az egy ilyen pici része ennek a hatalmas nagyvilágnak, amiben össze-vissza pozitív meg negatív tartományok vannak.
Na most tessék elképzelni, most ha lerajzolom, hogy mit látok. Ugye egy adott pillanat, aztán megyek följebb egy újabb pillanat. Mit látok? Egyik helyen pozitív, másik helyen negatív tartományok van, nőnek. Itt megjelent egy pozitív tartomány, egyre nő, aztán akkor itt egy újabbat látok benne, vagy nem itt, bocsánat, itt egy újabb felület elvágtak, akkor itt most negatív lett, a negatívban megjelenik egy pozitív, nőni fog, aztán összemegy. Nőnek össze, fluktuál össze-vissza, mint a buborékok, amikor az eső esik a pocsolya tetejét, össze-vissza vacakolnak. Változik, de átlagosan stacionárius lesz, átlagosan mindig ugyanannyi pozitív, mint negatív tartomány van. Ez a steady state modell, újjászületett verzióban, sokkal nagyobban, mint korábban. Ugye korábban azt mondták, hogy az, amit itt látunk, az mindig egyforma. Ezt meglőtte az, hogy láttuk a háttérsugárzást. Hollerre csinált egy sokkal nagyobb világot, ami átlagosan steady state, és annak mi csak egy pici kis részét látjuk, és az persze nem állandó, mert ott egy kis változás van. De nagyban az egész állandó. De. Tehát ez egy zseniálisan ötletes modell volt, és ezzel diadalmasan feltámasztotta 1964-ben, szóval rögtön akkor, amikor megvolt a háttérsugárzás felfedése, akkor ezt kidolgozta részletesen, és feltámasztotta a steady state modellt. Tehát miért nem látom azt, hogy állandó a világ? Azért, mert én egy ilyen hülye helyén élek, ahol túlságosan közel vagyok egy ilyen nullás felülethez, olyan, mint amikor az ember így a fal közelében lapulva megy, és nem veszi észre, hogy a szoba közepén lehet táncolni. Itt nehéz. Így. Ugye túl közel vagyok a felülethez, akkor kicsit ilyen aszimmetrikusnak érzem a világot, tehát ezért hiszem én, hogy nagy bum van, meg érnek. Jó? De például később észreveszem, ugye itt ilyen sima a világ, de itt később elkezd emelkedni a felület, ha múlik az idő, akkor egyszer csak azt látom, hogy innen másféle érek érkeznek, mint onnan, tehát aszimmetrikussá válik a világ. Egyik irányból másféle lesz például a háttérsugárzás, mint a másikból. Észre fogom venni ezt a falat, mit tudom én, 100 milliárd év múlva csak győző kivárni. Rendben van? Tehát most nagyon közel voltunk és sima volt, de majd egyszer észreveszünk ezt a dolgot. Jó. Na hát akkor az ember elkezd gondolkodni azon, hogy vajon mi szabja meg ezt, hogy milyen ez a sejtes szerkezet, ami itt volt. Hát ide kell rajzolni. Ugye mit jelent ez, hogy egyik helyen ilyen volt, megváltozik, átalakul vissza. Hol látott az ember ilyeneket? A hullámoknál. Tessék, kell képzelni egy ilyen hullámtót. A húr, egydimenziós húr, halad rajta egy hullám. Egyik helyen kitér pozitív irányba, másik helyen kitér negatív irányba, és így hullámzik. Aztán később ez a pozitív az odébb ment. Ha most lerajzolom a térben, meg időben ezt az egészet, így, akkor erre múlik a X, erre múlik az idő, és akkor az, hogy éppen hol nulla a hullám, azt le tudom rajzolni, hogy az a pont, ahol éppen nulla, az így megy odébb. Vigyázzat, ez nem az anyagnak a mozgása, a húrnak a pontjai azok ott maradnak, azok X irányban nem mennek tovább, mint amikor a Balaton hullámai ráteszek egy bolyát, az így függőlegesen fog rezegni, nem viszi el a hullám, csak közvetlen a part közelében, ahol már nagyon másfajta hullámjelenség van, egy ilyen rengő hullám az így föl lemozgatja. Úgy is. Tehát ez nem az anyagnak a mozgása, hanem az ennek a pontnak, ahol éppen nulla a fázis, annak a pontnak a mozgása egy időben ilyen. Tehát vannak ilyen pozitív, meg negatív tartományok, de persze kialakulhatnak álló hullámok, és amikor oda-vissza verődnek a hullámok, azt meg akkor úgy kell elképzelni, hogy vannak ilyen állandó stacionáris pontok, ahol nincs kitérés, itt akkor pozitív volt, itt homorodott, aztán ez így lesimul, kisebb lesz, aztán az ellenkező irányba dudorodik. Aztán ezt így folytatja. Így, úgy, stb. Akkor megint lerajzoltam a térben, meg az időben, akkor egy ilyen képet kapok. Ding-ding. Tehát ezeken a helyeken nulla, és akkor egyes helyeken pozitív, másik helyeken negatív. Hát ez most nagyon szabályos ilyen négyzetrácsos, de hát vannak bonyolultabb hullámok is. Én speciál 3 fél évig szoktam hullámtan tanítani, és az összes típust azt még akkor se lehet kimeríteni. Hát vannak mindenféle bonyolultak. Az, ami itt korábban volt, amit lerajzoltam, az tipikusan egy ilyen hullámkép a téridőben. Valamilyen mező hullámzik. Milyen mező? Ember elkezd gondolkodni. Vajon mi lehet az, amit a holnak ez a hipotétikus tömegmezője lett? Mi lehet az? Hát már beszéltünk róla. Miért is van a részecskéknek tömege? Tetszik emlékezni. A Higgs mezővel való kölcsönhatásról már volt szó. Az okozza az inflációt, és az inflációban a részecske fizikából került át, ahol a részecske fizikában a Higgs mező adja a részecskének a tömegét. Hogyha végig gondoljuk a holnak ezt a nem részecske fizikából született modelljét,
akkor kiderül, hogy pontosan a Higgs mező alkalmas arra, hogy ilyen térben, időben hullámzó nagy mennyiségként pozitív-negatív tömegeket jelöljön ki, olyan tartományokat, ahol pozitív-negatív dolgok vannak, és azok itt oda-vissza hullámzanak. Az elektrogyenge kölcsönhatás egyesítésekor született meg ez az ötlet, hogy van egy ilyen speciális mező, ami... hát ide írtam annak idején 88-89-ben várható a kísérleti kimutatás. Később átírtam 95-re. Tavaly még ugyanöknek azt mondtam, hogy idén már meg fogjuk ünnepelni a Higgs részecskének a kimutatását, hát aztán kicsit elromlott a gyorsító. Most éppen tegnap hallottam egy előadást, mely szerint idén már nem fogják bekapcsolni, jövő tavasszal fog először méréseket végezni. Lesz az még később is. Na mindegy, de hát itt még van néhány hely. Szóval a Higgs mezőnek a konkrét kísérleti kimutatása erre az évszázadra várható. Na, és akkor előbb-utóbb ez is meg lesz, és ez a mező, ez a részecske fizikában nagyon ott van, nagyon kell, tehát ott jó be van ágyazva, tehát mindenki hiszi, hogy létezik. És ebben a spekulatív modellben, ebben természetes háttérmagyarázatként szolgál. Az ember el akarja hinni ezt a Hoyle-féle steady state modellt, ezt a nagy és sokkal, ugye a korábbi univerzumnál sokkal nagyobb univerzumot, ami globálisan steady state, miközben helyileg ilyen apró kis ősrobbanásocskáknak látszó dolgok történnek, ott az atomok egy picikét nulla tömegűek, meg ilyesmi, meg sugárzással történik egymás. Ha ezt el akarjuk hinni, akkor ezt a jelenlegi fizika alapján úgy mondhatjuk, hogy a Higgs mezőnek a hullámzása okozza ezt a térben nagyban. Ugye egyszer már arról volt, hogy kicsiben a részecske fizikában mit csinál, makrotartományban, tehát a infláció az univerzumra ez alkalmas volt a Higgs mező, hogyha most még nagyobb világra akarjuk alkalmazni, akkor még ezt a Hoyle modellt is kellett feldobálni. Ez volt a helyzet úgy 10-15 évvel ezelőtt, amikor erről az ember elkezdett mesélni, hogy milyen érdekes dolgok ennek. Megjelent magyarul is egy vagy két könyvben, úgyhogy 10-15 évvel ezelőtt. Nem volt túlságosan népszerű. A Kaufmannnak a Téridő és Relativitás Elmélet című könyvében ott leírták, mint ilyen vicces függeléket, hogy jaj, miket mondanak ezek a furcsa fizikusok meg csillagászok. A standard modell mellett vannak ilyen érdekes ötletek. Na most Hoyle az nem csak vicces fiú volt, nem nemrég halt meg, tehát most már tényleg múlt időbe kerül beszélni, de komoly tudóst, tehát utána számolt, egy elmélet akkor igazi tudományos elmélet, hogyha cáfolható, mondta Karl Popper. Ha csak úgy dumálunk a levegőbe, hogy szerintem így van, szerintem úgy van, be-be-be, az én elméletem jobb, mint a tied, szerintem az enyém jobb, hát ezzel nem megyünk semmire. Egy elméletnek olyan jóslatokat kell adni, amiket össze lehet hasonlítani a tapasztalattal, és akkor azt azért nem lehet eldönteni, hogy igaz-e, azt mondjuk, hogy akkor valószínűbb, hogyha háromszor megerősítették, de ha egyszer azt mondják, hogy nem jó előjelzés, akkor megcáfolták. Tehát erre mondják, hogy falszifikálható, cáfolható. Ami nem mond ilyen jóslatokat, az nem tekinthető tudományos elmélet, abban hinni kell, mint a kis angyalba, aztán azt nem lehet megcáfolni, mert én láttam, te nem láttad, de ez arról nevezetes, hogy csak én láthatom. Hát akkor most cáfold meg. Jó, tehát ilyen értelemben egy tudományos elméletnek nem ilyennek kell lenni. Na most ez a Hoyle modell olyan volt. Amikor részletesen utána számoltak annak, hogy szóródik a háttérsugárzás. Tehát a korábban meglevő sugárzás, amikor azokon az atomokon szóródik, akkor milyen lesz és hogy termalizálódik, akkor kiderült, hogy az úgy első közelítésben Planck-eloszlás, de finomabb részleteiben vannak kis különbségek. És talán tetszik emlékezni, már többször emlegettem, hogy most a 90-es évek végén, 2000-es évek elején űrszondák nagyon részletesen és nagyon pontosan megmérték a háttérsugárzásnak az eloszlását és az abban való fluktuációkat. A fluktuációk azok pontosan a belső dinamikára jellemzők, hogy egyik helyen egy kicsit különbözik az átlagtól, másik helyen kicsit különbözik, de például milyen távolságokkal kell elmenni ahhoz, hogy jellegzetesen különböző, mekkora amplitudóval változik. Tehát ezek a korrelációk, belső kapcsolatok, hogy egyik helyen ennyi, akkor mi a valószínűség annak, hogy a másik helyen annyi, ennek megvan a maga matematikája, az nagyon jellemző az elméletre. És a Hoyle-féle modellből is ki lehetett ezt számítani, meg a standard modellből is. És a Hoyle modell mást jósolt, és megmérték, és nem stimmelt. És Hoyle, mint becsületes ember, elismerte, hogy ez a modell is meghalt. Azt mondta, hogy na hát azért én még majd ki fogok találni egy még jobbat, egy még ravaszabbat, de hát szegény meghalt. Most nem a modell, hanem Hoyle, tehát ő már nem fog kitalálni még ravaszabb Hoyle-Nardi-Kovács modelleket, amik még bonyolultabbak. Az ötlet viszont ilyen értelemben továbbra is érvényes, hogy attól, hogy egy standard modell jól leírja azt, amit látunk,
attól még el lehet képzelni, hogy a világ sokkal nagyobb és sokkal bonyolultabb, és az csak egy részletét írja le, és azt a nagyobb modellt esetleg, akár, hogyha olyanok az elképzeléseim, akkor még a filozófiai meglátásaimhoz is szabhatom, hogyha elég ügyes fizikus vagyok, és nem csak a levegőben beszélek. Tehát, hogyha nekem az az elképzelésem, hogy stacionárisnak kell lenni a világnak, miért csak, mert én úgy képzelem, akkor lehetséges matematikailag olyan modellt csinálni, ami egyrészt ezzel az elképzeléssel összhangban van, másrészt nem mond ellent a kísérleti tényeknek. Legfeljebb sokkal nagyobb világot kell elképzelni, mint amekkorát korábban, és amire az eddigi információink vonatkoztak. Az a nagyobb világot, az lehet olyan, amilyet. Ugye? Ez például a világnak az a helye, ahol mindig a jókat bántják. De a világban átlagosan mindig a jókat meg a rosszakat ugyanannyit bántják. Sőt, elképzeltek olyan világot is, ahol mindig a rosszakat bántják, ez véletlenül egy nem olyan pici kis zug annak a világnak. Ez is lehetséges, és akkor az ember megnyugodva nézheti maga körül a világot, hogy hát az igazából ez egy nagyon kedves kis rendes világ, csak hát nekem van pekje. És akkor, hogyha ez engem megnyugtat, akkor miért ne higgyek egy ilyen világképben. Most ezzel kapcsolatban jóval később és a Hoyle-modelltől teljesen függetlenül fölmerült egy másik fajta stacionáris steady state modellnek az ötlete is. Már beszéltem az inflációról, az inflációt megint az a bizonyos Higgs mező okozta, amikor éppen ilyen túlhűlt állapotban volt. Tetszik erre emlékezni, a világegyetem tágul és hűl, és a Higgs mezőnek így ingadozni kell, de aztán egyszer csak el kell dönteni, hogy beleessen ebbe a gödörbe, vagy abba a gödörbe, és amíg ott ingadozik ott középen, mint a középparaszt, vagy mint Buridán Szamara, töpreng, hogy melyikbe essen bele, akkor éppen ennyi energia töblete van ahhoz képest, aminek lenni kéne, és ez alatt antigravitációs hatása van, és ez alatt inflációsan felfújja a világot. Na most, amikor éppen valahol beleesik ebbe a gödörbe, akkor ott létrejön a helyes állapot. Ez úgy lehet elképzelni, hogy ez az állapot, amikor itt vagyunk, ez úgy betölti a világot, és ebben egyszer csak létrejön olyan kis tartomány, a valódi vákuumnak a buborékja, ami aztán elkezd ott rohamosan tágulni. Tehát a hamis vákuumnak, ennek a túlhűtött nagy energiai vákuumnak a tengerében kis buborékokban megjelenik ez az alacsonyabb energiai állapot, erről beszéltünk, hogy akkor itt körülte negatív a nyomás, és a nulla nyomású tartományok azok gyorsan tágulnak. Tehát ilyen buborékszerűen, miközben körülte az egész tér tágul. Ez az inflációs modellnek a egyik állítása. Na most el lehet kérdezni, ember megkérdezni, hogy vajon összeérnek ezek a buborékok? Mi tágul gyorsabban? Az egész háttér, vagy egy-egy buborék? Ez modellfüggő, és ugye két lehetséges válasz van. Ha a buborékok gyorsabban tágulnak, akkor összeérnek. Ugye az egyik buboréknál mondjuk ide esett le, másiknál oda. Tessék arra gondolni, amit annak idején meséltem a ferromágnesről, ahol a vasban kialakul egy olyan tartomány, ahol ilyen a mágnesezettség, másikban ilyen, elkezd nőni, és egyszer csak összeérnek, és akkor ott vannak határok, ahol nem jó a mágnesezettség, mert a szomszéd spinek azok különböző irányokban mutatnak. Doménfalak alakulnak ki. Hát akkor itt ebben a vákumban is létrejönnek ilyen doménfalak, csak a világ az ilyen nagy összeért buborékokból fog állni, és például, hogyha a fény átmegy az egyikből a másikba, akkor egy speciális módon szóródik, és azt észre lehetne venni csillagászatilag. Azt mondják, hogy nem veszük észre, mert mi ennek a buboréknak csak egy piciny részét látjuk, mert ez az a 13 milliárd fényév sugarú gömb, amiben vagyunk, és hát, hogyha még sokáig várnánk, akkor esetleg meglátnánk egy ilyen buborékfalat. Ez az egyik ötlet. Másik ötlet viszont az, hogyha ez a háttér ez gyorsabban tágul, mint egy ilyen buborék, akkor a buborékok sose fognak összeérni. Hanem úgy kell elképzelni, hogy tágul-tágul ez a nagy háttér, és ebben itt-ott kipattan egy ilyen valódi vákumbuborék. Most attól függ, hogy éppen milyen kezdőfeltétele pattant ki, tágul, aztán esetleg összemegy és megszűnik, vagy tágul a végtelenségig, vagy gyorsulva tágul, de akkor se fog összeérni. Ez azt jelenti, hogy az általános kép az ilyen lesz, hogy a nagy táguló világban vannak a buborékok, amik úgy egymástól függetlenül esetleg más fizikai paraméterekkel jelennek meg. Az egyikben például ennyi az elektrontöltése, a másikban annyi az elektrontöltése. Ugye amikor leestünk a gödörben, akkor megszabtuk a fizikai paramétereket. Lehet, hogy az egyik esetben a ilyen típusú fizikai törvények, másikban olyan típusú fizikai törvények uralkodnak, és akkor a mi kis világunk, amit látunk, az egy buboréknak a belseje, és csak azt vesszük észre. Ha ránézzünk erre, tulajdonképpen mi történik? Visszatértünk a Hoyle-féle anyagkeletkezési modellhez. Tágul a világ, és ebben anyag keletkezik. De milyen formában? Nem hidrogénatomok és nem kis csilingelő izomvizek formájában, hanem ilyen vákumbuborékok formájában komplett kis világegyetemecskék keletkeznek. Ezek a buborékok az egészben,
és leélik a saját önálló életüket, mindegyik tágul valahogy a megfelelő fizikai törvények szerint, és ott benne keletkezhetnek galaxisok meg egyebek, miközben az egész a stacionárius. Ez a modell, ez döbbenetes módon hirtelen dialektikusan, aki még emlékszik erre a szóra, egyesíti magában ezt a két ellentmondásosnak látszólt, véglegesen ellentmondásosnak tűnő modellt, a nagybummos modellt és a steady state, az állandósult univerzumot. Itt az egész az állandósult, miközben ilyen kis univerzumocskák keletkeznek, helyi kis ősrobbanásocskákkal, és az egész az eközben valami állandósult és statisztikát lehet csinálni, de sose lehet átmenni egyik buborékból a másikba, hogy megkérdezzük, hogy ott milyenek a fizikai viszonyok. Ilyen értelemben ez az állandó inflációnak és az állandósult ősrobbanásoknak a modellje, a világ az öröktől fogva létezik, a mi kis részvilágunk az nem, annak megvolt a maga ideje, amikor keletkezett, de az egész az stacionáros. Ismételten diadalmasan visszatért a steady state modell, lehetséges, hogy ez a helyes válasz, de definíció szerint sose fogjuk megtudni, mert nem tudunk átjutni egyik modellbe, egyik buborékból a másikba. Akit ez filozófiailag megnyugtat, az például elhiheti ezt a modellt is. Köszönöm szépen a figyelmet! Jövő héten lesz a legutolsó előadás, és akkor már előre köszönöm mindenkinek a türelmét, meg a figyelmét itt az egészért. Az egy kicsit hosszabb lesz majd.